most az él vagy? Ja, még él, bazd meg. Hát. Leszopatjuk kicsit. Az remélem nem gond, tehát már elég öreg hozzá, hogy esetleg megörüljön neki. Én azt tudom mondani, hogy aki nem bírja, az most kapcsoljon el. Ne, inkább ne is kapcsoljon el, csak hozza ide a gyerekét, ültesse be a pamlagra, minimum 6 év alatt legyen az a gyerek, hogy igazán megzavarjuk a fejlődését. Az előző részt ugye nagyon helyesen fizetős volt. Már én megmondom őszintén, akinek nincs egy büdös petákja, se azt lenézem, mint a szart, bazd meg. Akkor érted, nincsen pénzed, akkor mit akarsz a nagyvilágban, mi? De tényleg, az a pénzről szól, bazd meg. Ha nincsen pénzed, akkor ásd el magad a gecibe. Ha legyen már ez egy gyerek. Vagy van pénzed, vagy nem vagy. Vagy a legdrágább cuccokba jársz, vagy nem vagy. Legyen for president. Nem tudom, mi az a prezident, de én vagyok, az a biztos. Kicsit olyan vagyok, mint a Berki Krisztián. Hogyha tudnék csinálni egy gyereket, bazd meg, akkor lazán kiraknám én is a videót róla. Akár sikerül a szülés, akár nem, bazd meg. Hát kiteszem, azt nézze a sok köcsög, bazd meg. Befizetnek egy valak pénzt, meg vagyok. Kölcsön kérek egy Bentleyt, vagy elveszem a haveromtól, visszaadom neki egy hónap múlva, ledarálva, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy addig Bentley-ben vagyok, tehát belőlem én tudom sugároztatni azt, hogy gazdag vagyok, érted? Még gondolod, hogy rád néz kívülről egy szattyám vagy? Belülről meg milliómos, akkor azzal foglalkozik bármelyik gágyi is. Jaj, ne leszoptám ezt a szattyán! Jaj, hogy szopjanak le szattyán! De nem fog leszopni, mert szattyánnak nézel ki. Ez inkább fordítva megy. Kívülről van Bentley-t, kívülről van jó cuccon. Leszopnak, azt utána megmondod neki, hogy ha-ha, egy szattyám vagyok, öcsém! Öcsém, nem is öcsém, kisugom! Nem is kisugom, mert az a testvérem, na mindegy! Nézzük meg, hogy mi a fasz rejteget a sötétség! Ezt én ettem meg, bad meg! Ó, a faszom, be is basztam rendesen! Most éppen meglécelek innen a házból, azt remélem vége is ennek a játéknak, mert a faszom ki van. Hát a kurva anyját ijeszgessék, hol van itt valami kiutási lehetőség? Hopp! Ó, oh, hát ez még jó. Az még ott jó, bezzeg az üveget nem lehet kivenni, bazd meg, mert ez a játék is gyerekeknek szól, faszom bele. Valami, akkor csak kimegyek ezen az ajtón, de ez kurva gyanús, bazd meg. Mennyi az idő? Nem is mutatja az órát, bazd meg, ez a szívemet mutatja ki, a faszt érdekel a szívem. Where's my watch? Oh. Hopp a folyosó, senki, akkor itt akkor ez is zárva, bazd meg. Mi a faszért van ajtó, ha mindig be van zárva, a kurva anyáddal szórakozzá. Ah, ott a köcsög! Gyanús, mi bassza a szekrény? Mi csin? Ó, mi az a lapát nálad, öreg? Ó, bassz meg! Na jó, hagyjuk! Szerintem hagyjuk, mert az az érzésem van, hogy ezt ide becsukom, szevasz apám! Ezt hátulról kéne ráosolni, nem? Ó, kilóg a lap! Ó, bassz meg! Álljál meg, nekem nincsen lapátom, várjál! Várjál, köcsög! Ó, szevasz! Most megütöm! Ó, bassz! Erősebb! Nem látok a vért. Kulcs! Na ezzel mi a kurva faszomat nyitok ki tényleg? Na, mennyi ne? Ezt azért még elolvasom, várja csak. Na mi van köcsög, még olvastam is, bazd meg! Egyébként egész jól el vagyok, hogy az itt körülöttem. Te vagy a testőröm, fasz meg, érjél utol, köcsög, érjél utol! Nem fog sikerülni. Ez hülye. Ide beszorultam, azt elmegy. Na ne basszál, nem tudom leszépni a tíg szót, baszki. Nem tudom letépni a szalag, menj a faszomba tényleg most már. Nehogy már ne tudjam letépni, a fizikát teljesen meghazudtolja, bazd meg. Mennyi az idő? Pont annyi, mint a szívem. Jaj, ne már. Ne már. Ne már, engedj át. Véres a fejem, bazd meg. Orvos! Hívjanak orvost! Megsérültem! Doboz. Hát ezt nem hiszem, hogyha hozzábaszom az öregkezettől megrendül. Mogács! Neked így csörög a telefonod, nem? Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if fuck you! Fuck you, Ronald! Anna, fucking
Fuck your mother, fuck your brother, fuck your sister! Hát bármit is mondott, az fontos lehet. Mit mondott? Na várjál, itt a tolvajkulcsot kipróbáljuk. Ha! Nyílik, bazd meg! Mi az, pia? Bazd meg, erre ráönti a kezemre, hát ez hülye! A faszomat, hogy végre ijattunk volna valamit! Hallom, hogy kopogsz, köcsög! Az van, hogy azt kérem, gondolom, segítsen, nem? Végülis egy rendőr vagy, bazd meg, vigyél már ki innen a kurva anyádat, tényleg! Ne nyugtassál, vigyél ki, bazd meg! Nem látod, mi van itt? Szöges Joe, bazd meg! Itt vagyok szétszedve! Vigyél ki a kurva anyádat! Egyszer mondom, mire tőled belőle! Igen, add ide a fegyvert! Gunnad a fegyvert! Add ide a pisztolyodat, bazd meg! Azt fejbelőlek és kiviszem magam! Ne nézzél, bazd meg! Adi, na erő az, mi az? A fucking pocket knife? A fucking pocket knife? Pocketnak hívják a kést? Azért nem engedik ki, mert rasszista, én nem vagyok rasszista, bazd meg! Én mindenkit utálok! Nincs kivétel, érted? Megyünk a picsába! Ne magyarázz, te hülye fasz! Tudom, hogy azért, mert horrorfilm, azt végig kell hallgassam, de most nem fogjuk ezt csinálni! Takarodj a picsába! Na, figyelj öreg, most megkésellek a picsába, elég volt a szarakodásból, gyere ide! Nem tud futni ez, ó, még egy kulcs, menj a picsába a kulcsokkal, tényleg, meg az zárt ajtókkal, nem tud más kitalálni, azok a játéknak az írója! Indítsuk, jaj, most jön a horrorfilm jelent, hogy nem indul, de indul, király! Akkor meg gáz neki! Nesze te fasz! Győzelem! Az mi az? Na menjél már a gecibe, bazd meg! Na jó, álljunk meg! Álljál meg! Ó, bazd meg! Hol láttam, hogy letépte a tetőt? Na van erő az öregbe! Nagyapám milyen erővel lett volna, biztos nem hal meg 60 évesen! Na, bazd meg! Ha! Túléltem! Nem úgy, mint te, te fasz! Ja, de fasz! Dögölj meg! Most már tényleg dögölj meg, bazd meg! Nincs itt órák arra, hogy te itt szarakodjál velem, bazd meg! Fasz a kurva én! Ó, bazd meg! Most már lemmarad, bazd meg! Tyson is lemaradna ennyi után, úgyhogy kushadjál! Mitra! Ó, hogy rohadj meg, bazd meg! Ezt nem hiszem el! You're about to see someone! Fuck! Mellé lőttél, haver, pont fejbe találtad magad. Én mindig így csinálom, szétkapom, elviszem a lényeget. Oda beleillik a izé, állat. Oh, micsoda lángelme, bazd meg! Hát hozzám képest az Indiana Jones egy szaros kis utcazenész, bazd meg! Jaj, megint gondolkodni kell, bazd meg, de utálok gondolkodni. Kutya, bazd meg. Megeszi a sasa kutyát. Van ilyen közmondás? Az a kutya, amire sas támad, egy kalapszar. Lehet, hogy van ilyen. Ó! Várjál már! Mi van a kezedbe, kis barátom? Hadd csak ide! Ho-ho-ho! Na! Bazd meg! Gyerek, miért kell elvenni az embernek a kedvét? Miért kell elvenni a játékosnak a kedvét, bazd meg? Ki az, aki ezt kitalálta? Meg fogom keresni a csókát, bazd meg! Most az él vagy? Ja, még él, bazd meg. Hát... Leszopatjuk kicsit. Az remélem nem gond, tehát már elég öreg hozzá, hogy esetleg megörüljön neki. Öj, összetaperoljuk kicsit ezt a képet. Rendkívül szimpatikus felsúri ember, úgy rúgnám picsá, hogy leesne róla az öltöny, az biztos. Az igen. Hát mondjuk ebben még meg lehet fürdeni, szerintem már nem sokszor, max egyszer, de azért meg lehet. Hát jobb, mint ha nem fürdesz, nem? Aha. Abban mi van? Pénz. Hát a szarba is belenyúlok egy kis pénzért, ugye ezt megbeszéltük már a stream előtt. Én egy kis dobesztot szerintem ide váljál, itt most meg... A végre, ez az. Ez mi a faszom? Na ezen is lehet gondolkodni, jaj ne! Miért nem egy shotgunt adnak, bazd meg, ezen mit csinálok? Hozzábaszom a fejéhez, vagy mire jó ez? Jaj, a kurva anyádat, ami... Bazd meg! Egy csalás! Jaj, menjünk már, tényleg! Mi a fasz van a kezében, bazd meg nekem? Miért nem adnak ilyeneket? Mi a jó ebben, bazd meg, hogy nem tudok harcolni? Várjál, hagyd nyissam ki, nem hagyd békén, bazd meg, nem hagyd békén! Ó, te rohadék!
Ó, te rohadék, na várjál a kurva anyádat, mindjárt megkapod a magadét. Mindjárt kitalálok valamit, bazd meg! Kell az vagyok? Ott az arcod, azzal megserezdül, na végre! Még adok neki, gyere te rohadt, gyere te rohadt, gyere! Gyere, gyere, gyere! Ha! Megvan! Ezt majd elmesélem a kocsmába, bazd meg. Ilyen nincs, hogy 26 óra kell föl a köcsög. Itt egy videókazetta. Megnézzük hát, ha valami recskázni való van. Ez az asszony. Továbbra se tetszik. Hülye feje van, bazd meg. Én irányítom a nőt. Na most meg egy öreg asszonytól fogok picsárugásokat kapni, akkor tényleg be fog telni a pohár, gyerekek. Here, mami. Jézusom, még gyerek is jön. Ó, bazd meg. I need a hide. Na. Hát bazd meg, rám jött az anyósom. Pont olyan, mint az anyósom, bazd meg. Ha lenne, így képzelném el. Mert csak azoknak a faszoknak van anyósa, akik házasságban élnek. Nem tudják, hogy anélkül nincs anyós, bazd meg. Nem vagyok itt! I don't understand you at all. This is a gift. Ha, ez működik! Jaj, megint jön, bazd meg, megint jön, aj, a kurva életbe! Rohadt ringyó! Ide kiugrok a picsába! Nem tudok kiugrani sem, mi a fasz van már tényleg? Semmit nem lehet csinálni, csak beszopni a répát! Na, bazd meg, ha nem láthatsz meg! Megátsúzz, a kurva anyádat rád, úgy a pofán basztám, ha lehetne! Na. De ne nézzé, mert tényleg eltöröm a saját gerincem, ha már másit nem engedik. Szevasz! Mi csinál ez a lámpa itt, nem? Az olyan gyanús, hogy ez azért nem a véletlen mű, hogy ez itt van. És most már hozzá is tudok nyúlni, figyeled? Ott a pók! Addig forgatom, amíg pók nem lesz, ugye? Ez neked nagyon... A fejemet sem tudom mozgatni, baszki. Nem tudok átra nézni, érted? Úristen! Nem á! El akarom, már elég volt, már ne szopassatok tovább! Jaj, megint itt van, bazd meg, nem hiszem el, hát ezt nem hiszem el. Hüggetse, nem akart leszopni véletlen, amennyi indulat van benned, így düböl, csak úgy düböl szopjál már le! Ki az, aki élvezi ezt a játékot, bazd meg, hogy ráugrik egy öreg az, hogy állandóan erre veri valaki, vagy mi? Nem vagyok itt, nem én a résbe vagyok. A részbe vagyok! Szét fogom paszni az egész kurva gépet! Milyen egy idióta játék ez? Kinek van ez kitalálva, mi? Ennyi? Hülye kurva! Ott rohadsz meg, ahol vagy! Az öregeddel együtt megérdemlitek egymásba, az egyik se egy túl jó ember. Oh. Jaj, ne! Menj a picsába, tényleg, csaló! Bannolni kéne a kurva anyádat is, aki megszülte rohadék, de bazd meg, tényleg elegem van! Ja, ugye csak a videó, várjál! El is felejtettem. Akkor megküldöm az arcát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, oké, rángatozzá, faszopó! Úgy. Jól van! Ennyi bőven elég mára. Azt, aki ezt az egész baromságot, bazd meg! Tehát erre van ideje, hogy a rendes, becsületes polgárt ilyen játékkal verje meg, nem is tudom annak, mi kéne legyen a büntetése. Rákötni egy veszett kutyát a makjára, azt kidobni egy ellenletes házból, de csak a kutyát, bazd meg! Azt ott lógna a faszán hetekig! Én meg kérdezgetem, hogy na, melyik kulcsa nyitott ki, na, melyik ajtón menjünk be, na, hogy legyen, mint legyen? Minden esetre én megpróbálom megtalálni magamat, mert most kicsit lehet, hogy durvább voltam, mint szoktam, elnézést kérek, tényleg nem akartam senkit elküldeni a kurva anyjába, de hát, hogyha szembe jössz, akkor mit csináljak veled, ugye? És itt volt ez az öreg, meg az öreg kurva, nem tudom, ilyen idősek otthonában rohangászok reggeltől estig, fiókokat nyitogatok, teljesen kikészít idegileg, és nem tudok senkit szájba verni.